Fontos talán ott kezdenünk, hogy amikor februárban sikerült elérni, hogy a rezsicsökkentett védett ár alá kerüljenek az önkormányzatok és intézmények, akkor ez egy nagyon fontos előrelépés volt, és ebben a fél évben ez bizony 100 milliókban kifejezhető támogatás segítséget nyújtott például Fehérvár önkormányzatának, de így volt ezzel valamennyi település. Én magam megértem természetesen, hogy háború adta nehéz helyzetben, kihívásokkal teli világpolitikai és világgazdasági szituációban, mert az állami költségvetésnek is kell találnia olyan forrásokat, amit meg tud takarítani. Amit én hiányolok, hogy ebben a kérdésben az előzetes egyeztetésekre nem került sor. Bízom benne, hogy a következő hetekben lesz azonban erre lehetőség, hiszen a közlöny is úgy jelent meg, hogy a két illetékes miniszternek július 1-jéig kell a részlet szabályokat kidolgozni. Levélben fordulok Palkovics és Varga miniszter urakhoz, amiben azt kezdem, hogy ezen is kérem, hogy nem minden szolgáltatásra, de néhány alapvető dologra és ellátási formára hagy használjuk jövőre is ezt a rezsicsökkentett árat, mire gondolok alapvetően a közvilágításra, illetve az intézmények fenntartására, szociális, óvodai, bölcsődei ellátásokra gondolok. Ez önmagában egy nagyon komoly tétel. Az elmúlt napokban a bejelentett intézkedéseket követően átszámoltuk, hogy mit jelentett ez Fehérvár esetében. Az idei esztendőben, tehát 2022 második fél évében nagyjából egy 1 milliárd forintos költségnövekményt okoz ez a döntés. Ez 2023-ban nyilván 2 és 3 milliárd forint között plusz kiadást jelentene. Ez egy nagyon nagy tétel, még Fehérvár önkormányzatának is. Nyilván takarékoskodni fogunk a jövőben is, ennek egy része kigazdálkodható, de nagyon nagy segítség lenne az, hogyha legalább a közvilágítást egy védett tárról lehetne igénybe venni, hiszen itt a villamos energiafogyasztás nagyon jelentős, és óriási, mondhatni brutális emelkedés van a piacon. Ezt egy az egyben az önkormányzatoknak kell kigazdálkodni, az bizony a települések egy jelentős részénél szerintem a szolgáltatás színvonalát és minőségét is negatív értelemben sajnos érinteni fogja. Úgyhogy remélem, hogy ebben még van lehetőség ezeknek a tárgyalásoknak a folyamán valamilyen kedvezményben részesülni a jövőre nézve is.